ha van valami, ami nem megy ebben a videógyártásban, az az, hogy emberek között beszélek a kamerába. Ez van, ráadásul a mikrofonomat sem hoztam el, mert mielőtt elindultam volna otthonról, felvettem otthon egy videót, és a mikrofon meg otthon maradt. Aki még nem volt e-sport fesztiválon, annak mindenképpen ajánlom, mert az én nézőim azért azt mutatják a statisztikák, hogy inkább az egyetemista és a fölötti korosztályból kerülnek ki, szóval aki fiatalabb, annak hello, te vagy a kivétel, aki erősíted a szabályt. Az nem feltétlenül tudja elképzelni, hogy milyen az, amikor 10 gyerek vagy 10 fiatalember játszik egy-egy asztalnál, és 600-an nézik, ahogy ők játszanak a helyszínen, és további 100 000 pedig streamen keresztül. Az én játékos múltam az hát valóban inkább múlt, mert nekem nem volt sohasem saját konzolom gyerekkoromban, az öcsémnek ellenben igen. Az öcsém konzolját kértem mindig kölcsön, és kaptam meg mondjuk nyáron 3-4 hétre, és akkor orvérzésig nyomtam a Super Nintendo-t is, meg a Sega Mega Drive-ot is. Az első PC-met azt már talán gimi harmadikos vagy negyedikes koromban sikerült megvenni. A 18. születésnapomra kaptam hozzá a tőkét, és abból raktam össze egy kiváló minőségű Pentium. Hát szerintem még egyes, 120 MHz-es, amit fel lehetett húzni 133-ra Sandbuster kártyával, meg ilyen nevetséges tárhelyekkel, és igazából a PC-k határozták meg a játékhoz fűződő viszonyomat a következő, hát nagyjából 10 évre. Ebben az időszakban volt néhány év, hogy az 576 kilobájtban játékokat teszteltem, ott is már Baska néven, és aztán a nagy váltást meg a gyermek születése, illetve cseperedése hozta az életünkbe, amikor először vettünk egy Xbox 360-at, aztán néhány évre rá egy Xbox One-t, és tavaly karácsonyra pedig egy PS4 Pro-t, úgyhogy most van otthon három konzolunk, meg van egy borzalmasan öreg PC-nk, ez az én asztali mini PC-m, hát még egy nagyon régi i3-as processzor van benne, integrált videokártyával, úgyhogy a következő projekt az az lesz, hogy Barnabásnak a születésnapjára egy laptopot szeretnék majd venni, mivel majd tud játszani, meg tud tanulni, meg mindenféle ilyeneket. A játékok, amiket én játszottam, alapvetően inkább FPS-ek, aztán később TPS-ek, aztán nem tudom, milyennek a zsánernek a neve, amilyen a Commandos, meg a Desperados volt, amikor ilyen különböző szerepkörökkel lehetett real-time-ban trükközni, taktikázni a második világháborúban, vagy éppen a Desperados esetében a vadnyugaton. Ezeket nagyon szerettem, ezekbe órákat tudtam beletenni, de például RTS-ben nagyon gyenge voltam. És a sportok, játékok azok megfogtak, de csak egy bizonyos határig, tehát nem voltam hajlandó ilyen extrém szer 2 órát beletenni azért, hogy ki maxoljak egy adott játékot. Ami egyébként utána megfogott, amikor vettünk, volt egy PlayStation 3-om is, basszus, majdnem elfelejtettem, amikor még a Barnus nagyon kicsi volt. Szóval ami megfogott, azok a gitáros játékok voltak, úgyhogy őrült gitárhírózás meg rockbendezés ment a haverokkal is. Volt dobom, mikrofonom, meg volt a Guitar Hero Metallica, és azt úgy nyomtam, hogy vettem egy rendes mikrofonálványt, és egyszerre gitároztam, meg énekeltem, mint James, mert hát az úgy fasza, de így médiumon bármit eljátszogattam, de utána, amikor olvasgattam a fórumokon, hogy nem tudom, 5 hónapot gyakoroltam, és végre elnyomtam hardon 99%-ra Rain in Bloodot, akkor elkezdtem gondolkodni, hogy bazd meg, 4 hónap alatt azért megtanultál volna alapszinten rendesen gitározni, úgyhogy az új konzolokra már ezt nem vettük meg. És most pedig a gyereket nézem, ahogy ő mivel játszik. Van évente 1-2 játék, amit kitolok, az utolsó 2 Far Cry, az utolsó 2 Red Dead Redemption, az új Tomb Raider trilógiából az első 2 rész, a harmadikat elkezdtem, de eléggé elvette a kedvemet. Aztán kb. Ennyi, ezen kívül még a sportjátékokban nyalogatok bele, de ehhez is kell az, hogy a gyerek motiváljon meg, stimuláljon. Most éppen nagyon szeret velem NBA 2K-zni, úgyhogy most többet NBA 2K-zunk. Úgyhogy ezért is érdekes nekem egy ilyen rendezvényre eljönni és megnézni azt, hogy mi az, ami leköti az embereket, mert például a PUBG-t majdnem kihagytam, volt egy 3 hónapos PUBG időszakom, de hát az, hogy nem tudom, minden harmadik hétvégén játszol 25 percet, azért az nem feltétlenül az a szint, amivel bármilyen eredményt el lehet érni.
chicken dinert soha nem hoztam össze, talán top 3-ba, top 5-be végeztem egyszer, olyan kurva büszke voltam magamra, mint hogyha nem tudom, Nobel-díjat kaptam volna kémiából, mert az van, hogy ahhoz nagyon keveset játszom konzolon, hogy bármilyen értelmezhető szintet elérjek célzás tekintetében, tehát a gyerek az iszonyat, hogy milyen rohadt pontosan céloz kontrollerrel, én meg így, mint az ökörhugyozási kör, így megy a célkeresztem, tehát vinnyogva szokott röhögni, hogy kétszer könnyéken lövöm, egyszer lelövöm mögül le a kilincset, talán a három ártatlan civil. Utána végül sikerül egyszer így, nem tudom, vállon találni, és akkor nagyon büszke vagyok magamra. Ez egy olyan új világ, amiben bele lehet nőni már, sőt, leginkább bele lehet nőni, de hogyha képben akarsz maradni, akkor például el kell jönnöd ilyen rendezvényekre, és megnézni azt, hogy miben játszanak a fiatalok. Nekem most még szerencsém van, azt gondolom, mert az átlag 40 pluszos édesapához képest szerintem viszonylagosan jó képben vagyok, hogy milyen játékok menők, mivel érdemes játszani, tudok segíteni még a gyereknek, ha nem is tevőlegesen, de azért a játékos tapasztalataim még talán segítenek, de aztán simán lehet, hogy 2-3 év múlva ez már teljesen no-go lesz. Úgyhogy lekommentáltam tegnap egy 2x15 kérdéses quizt, majd a PlayStation és Xbox döntőket, és ma is erre készülök, de azért szerencsére egy csomóan idejöttök, és mondtok 3 jó szót a csatornáról, meg kértek egy közös fotót, és én igyekszem mindenkinek eleget tenni, úgyhogy ha esetleg azt gondolnátok, hogy egy gyökér vagyok, és ezért nem jöttök ide, akkor mondanám, hogy igen, gyökér vagyok, de nyugodtan gyertek, mert hogy nem lesz para. Köszi a figyelmet, játszatok sokat, de azért mozogjatok mellette rendesen is. Én Baska voltam, szevasztok!